Szeretettel köszöntjük Önöket! 1997 óta működik a Kékpont drogkonzultációs központ itt Középső Ferencvárosban. Igencsak szerteágazó tevékenységet folytatnak, a mai közös térben ezeket mutatjuk be. 1997-ben volt, amikor a Kékpont megalakult, és akkor rögtön ide költöztünk a Ferencvárosba. De ennek egyik oka az volt, hogy úgy éreztük, hogy úgy tudtuk, hogy vannak kábítószer problémák nem csak a kerületben, hanem itt ezen a délpesti régióban. És akkor tulajdonképpen egy drogambulancia volt Észak-Pesten, a Jász utcában, és ezen a területen nem volt drogambulancia. Abban az időben még nagyon kevés felmérés volt arról, hogy hány kábítószer használó van, vagy milyen kábítószer használók vannak. Tehát nagyon kevés információ volt, hanem inkább csak ilyen szóbeszédek, vagy szakemberek tapasztalatai, de nem voltak tudományos vizsgálatok. De gondolom nagyon nehéz volt akkor az itt élőket megnyitni a legelején, hogy erről beszélni kell, hogy önök segítenek, hogy ez anonim, hogy nem kell félni önöktől. Tehát gondolom, hogy az elején azért ez nagyon nehezen indult be ilyen értelemben. Hát ilyen értelemben ez nehéz volt, hogy ez egy tulajdonképpen egy járóbeteg ellátás, de sok más szolgáltatást is nyújtunk, tehát például jogsegély szolgáltatást, vagy hát az egyéb programok prevencióval kapcsolatban. Tehát, hogy azt nehezen fogadták el, hogy nyugodtan beszélhetnek a kábítószerfogyasztásukról, tehát a kliensek beszélhetnek erről, illetve küldhetnek ide szülők is, vagy iskolák, vagy más egészségügyi intézmények droghasználókat, és ezek az információk azok itt maradnak, tehát nem kerülnek ki. Az első időben ez tényleg probléma volt, hogy ez, tehát el kellett érni azt, hogy megbízzanak bennünk, és aztán azt gondolom, egy pár év után már ennek úgy híre ment, hogy nem kerülnek ki információk, és tényleg ezeket az adatvédelmi elveket mi betartjuk. Hát, hogy kezdetben is az volt a célunk, hogy ne csak egyféle szolgáltatást nyújtsunk, tehát ne csak egy sima járóbeteg ellátást nyújtsunk, tehát egészségügyi ellátást, ahol van egy orvos, meg esetleg egy gondozó, hanem egy komplex ellátást nyújtsunk, tehát hogy ne csak a droghasználattal foglalkozzunk, hanem más pszichiátriai betegségekkel is, hogyha a klienseinknek van valami más pszichiátriai betegsége, illetve a szociális helyzetével, szociális problémáival is foglalkozunk a klienseknek, illetve más érzelmi problémáival, tehát kapcsolati problémák, szülőkkel, iskolával kapcsolatos problémák, ami azt is jelentette, hogy a munkatársak között is megjelentek olyan szakemberek, akik nem csak egészségügyi szakemberek, tehát szociális munkások, szociológusok, a jogsegélyszolgálatot említettem. Tehát, hogy ha valaki nálunk megjelenik, akkor egy helyben kapjon többféle szolgáltatást, mert hogy ezek a szolgáltatások mind szükségesek ahhoz, hogy egyrészt leszokjon a drogról, másrészt pedig a drogmentes életet fent tudja tartani, tehát hogyha neki súlyos lakhatási problémái vannak, vagy súlyos családi problémái vannak, akkor nagyon nagy a valószínűsége, hogy visszaesik. Kétféle úton kerülnek ide a kliensek vagy betegek. Az egyik út, amikor maguk jelentkeznek. Van erre is példa, hogy valaki érzi, hogy már pedig segítség kell, és már is jönni? Igen. Bár általában itt ilyenkor is az a háttérben ott vannak a szülők, akik szeretnék, vagy esetleg egy iskola, vagy tanárok, akik úgy érzik, hogy probléma van a diákokkal, és elküldik ide. De van, aki itt tényleg olvassa az interneten, megtalálja a honlapunkat, és akkor eljön. És hát körülbelül olyan kétharmad arányban pedig úgy jönnek, hogy valami büntető eljárás indul ellenük, általában kábítószer használat miatt, tehát a rendőrség küldi őket, ami egy ilyen, tehát hogy a büntető eljárást addig felfüggesztik, amíg nálunk kezelésben van, és hogyha a kezelés befejeződik, akkor lezárják a büntető eljárást. Egy ilyen kezelés egyébként milyen terjedelmű, és hát gondolom elsősorban egyéni kezelésekről van szó. Igen, alapvetően egyéni kezelések vannak. Az ilyen kötelező kezelés, úgy mondjam, ez 6 hónapig tart, 2 hetente kell megjelenni. Azt lehet tudni egyébként, hogy körülbelül hány kliensük van?
Gondolom ez mindig változik, mindig alakul, de hogy milyen hát átlagos számadatok vannak? Az utóbbi években olyan, itt a Gát utcában kb. 250 kliens jelentkezik egy évben, új kliens, és hát nyilván mindig vannak, akik áthozódnak a korábbi évekből. És a eredményességről mit lehet tudni? Tehát, hogy vannak ilyen statisztikák? Igen, tehát régebben végeztünk eredményességvizsgálatot, akkor tudtunk erre pénzt szerezni, azóta sajnos nem. Akkor az sem ilyen igazi statisztika volt, de akkor így azért mégis látszott, hogy interjúk alapján, hogy tehát vannak sikerek. Neked azért most is azért igyekszünk a klienseinket követni, amikor megszakad, vagy véget ér a kapcsolat, akkor utána is megkeressük őket, és azért azt látjuk, hogy azért vannak eredmények. Tehát, hogy pontosan, hogy ezt százalékban ki kellene fejezni, azt nem tudom megmondani. A külföldi adatok arra utalnak, hogy ilyen 30-40 százalékos eredményességet lehet elérni. Azt gondolom, hogy sokkal rosszabbak mi sem lehetünk. Az önök esetében mit jelent az, hogy siker? Tehát, hogy ön hogyan értelmezi azt, hogyha sikeresek tudnak lenni az adott kliensnél? Az igazi siker az, hogyha leszokik a drogaszlatról, és egy szermentes életformát ki tud alakítani. Tehát önmagában az, hogy szermentessé válik, az nem elég, hanem ezt egy olyan életformába kell beágyazni, ami biztosítja azt, hogy ő tartósan szermentes és marad, nem esik vissza. De vannak olyan esetek, amikor egy súlyos droghasználóról van szó, hosszú időn keresztül használ kábítószereket nagy mennyiségben, ott eredménynek tartjuk azt is, hogyha csökken ez a droghasználat egy, hát nem azt mondom, hogy elfogadható szintre, de hogy az egészségi állapotával valamennyire összeegyeztethető szintre. Tehát, hogy ez egy nagyon speciális csoport, tehát ahol nem lehet elvárni, legalábbis az első vagy második kezelésnél az, hogy ő rögtön drogmentes legyen, tehát, hogy itt azért több kezelésre és több évre van szükség, mire ő aztán remélhetőleg egyszer drogmentes lesz. Ugye itt most főleg a kábítószerfogyasztókról beszéltünk, de hát vannak azért olyan programjaik is, amik nem feltétlenül az ilyen klienseknek szólnak. Hát, ami itt a Gát utcában van, az egyrészt hozzátartozók számára, tehát családtagok, vagy testvérek, vagy más hozzátartozók számára van egy rendelésünk. Ezen kívül vannak olyan programok, amik már nem ez a járóbeteg ellátáshoz kapcsolódnak, hanem a Kékpont más programjai, tehát prevenciós programok. Ha visszagondolok az általános iskolai vagy gimnáziumi drogprevenciós órákra, ami ugye szinte minden évben volt egyszer, akkor annyira emlékszem, hogy elmondták minden évben, hogy ne drogozz, mert veszélyes, és mi roppantul untuk, hogy ugyanezt kell minden évben meghallgatni. Hát gondolom azért most már itt az elmúlt évek, évtizedek alatt azért ez változott, és most már sokkal interaktívabb, és egy egészen más szemléletű a drogprevenció, akár nálatok is. Hát azért nagyon nehéz volt ezt a rendkívül ciki drogprevenciós fogalmat tisztára mosni, nem is szeretem ezt a szót használni. Akkor, amikor próbálunk az ifjúság számára valamilyen módon értéket átadni, vagy az egészséget népszerűsíteni, vagy az egészségesebb életformát vonzóvá tenni, akkor talán az a legjobb, hogyha a drogokról beszélünk a legkevésbé. Az, hogy elmondjuk, hogy ne drogozzatok, vagy hogy belekívják a pusztába, hogy drogozni tilos, hát annak sok hatékonysága nincsen. Ez egy nagyon nagy kihívás, hogy hogyan tudunk úgy ahhoz a nemzedékhez szólni, aki mögöttünk toporog és a Z betűvel illetjük őket, hogy az valóban izgalmas és érdekes legyen, és hogy a program következtében azért sokkal inkább gondolkodjanak el azon, hogy hogyan lehetne úgy élni, hogy sokkal harmonikusabban éljek, hogy sokkal ki tudjak teljesedni, hogy minél sikeresebb legyek, és minél boldogabb. Valahol erről kell szólni egy mai posztmodern prevenciós programnak. Prevenciós program ez az iskolában folyik, vagy vannak iskolán kívüli ilyen prevenciós programok is? Mind a két szintér alkalmas tud lenni ahhoz, hogy programokat hozzunk létre. Az iskola, mint prevenciós szintér azért nagyon sok korláttal rendelkezik. Ugye főleg Magyarországon ez egy nagyon kötött dolog az oktatás. Poroszos oktatási alakzat, 45 perces órák, viszonylag rigid, nem rugalmas intézményrendszer. Akkor, amikor az iskolásokat kihozzuk egy másik szintérre, akár közösségi szinterekre, akár közösen használt városi szinterekre, akkor egy picikét előnyhöz jutunk. Jobban meg tudjuk őket szólítani. Mi
például a Krétakör Színházzal, a Krétakörnek a bázisán, itt a 9. kerületben működünk együtt, és az például egy olyan helyszín, ahol sokkal könnyebb őket megszólítani, és könnyebb programokat létrehozni. Alkalmas az iskola erre, csak kérdés mindig az, hogy van-e az adott iskolában egy olyan tanár, egy olyan nevelő, aki képes a programot beilleszteni, és képes integrálni az iskolának a rendszerébe. És a gyerekek mernek őszinték lenni? Tehát, hogy abszolút elmondani, hogy ők erről mit gondolnak, őszintén megkérdezni azt, ami bennük felmerül kérdésként? Persze, alapvetően a fiatalok őszinték, a fiatalokban rengeteg az erő, ez egy nagyon-nagyon jó generáció, aki mögöttünk van. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon szép és új világot fognak építeni, hogyha mi is segítjük őket ebben. Abban az esetben, hogyha mi is őszintén állunk hozzájuk, és mi is azt mondjuk, hogy oké, ti vagytok a világ formálói, ti vagytok azok, akik tehetnek arról, hogy a világ jobb legyen, akkor ők is megnyílnak, beszélnek az életükről, beszélnek arról, hogy hogyan élnek, mik a vágyaik, az elképzeléseik. Fontos, hogy kíváncsiak legyünk rájuk. Fontos, hogy ne mondjuk azt, hogy ezek a fiatalok milyenek most már, hogy mennyire mások, mint mi. Teljesen mások, mint mi, ez nem kérdés. De hogy óriási erő van bennük, és azt gondolom, hogy ha azt szeretnénk, hogy az ő egészségük, az a mi egészségünknek legyen egyfajta záloga, vagy alapja, vagy letéteményese, akkor fontos, hogy őszintén beszéljünk velük. Vannak olyan programok itt a kerületben is, hogy ez is inkább múlt idő, amikor a Dzsombújban foglalkoztunk az ottani lakosokkal, akik között elsősorban injekciós droghasználók voltak, és ezeknek a lakóknak az egy része éppen erre a környékre költözött finanszírozási okok miatt. Ezt a utcai munkát, vagy utcai megkereső munkát, ezt fel kellett függesztenünk. Reméljük, hogy itt is történik változás a finanszírozásban, és akkor folytatni tudjuk, mert az nem lenne jó, hogyha a dzsombújbeli problémák, azok most megjelennének itt ezen a környéken, tehát hogy itt az injekciós droghasználat elterjedne. Akkor egy másik szolgáltatásunk a Parki Szerviz, ami 90-es évek végén indult el, és akkor az utóbbi években volt egy pár év szünet, mert ez az elektronikus zenei parti kultúra, ez úgy tűnt, hogy eltűnik, de tulajdonképpen a Vesztbalkán ügy arra mutatott rá, hogy ez nem tűnt el, hanem újra megjelent, és egy más közönséggel, tehát sokkal fiatalabb közönséggel, mint annak idején, tehát hogy nem 20 évesek, hanem már ilyen 10 évesek, 18 év alattiak is nagy arányban részt vesznek, és akkor újraindítottuk ezt a szolgáltatásunkat, tehát ez partikon, diszkókban működik, nagyobb fesztiválokon, nyári fesztiválokon működik, tulajdonképpen egy helybeli segítség, tehát egész éjszaka ott vagyunk, hogyha fesztiválról van szó, akkor nappal is, és információkat próbálunk adni, illetve segítő beszélgetést nyújtunk a hozzánk fordulóknak. Egy másik programunk pedig a női napok, ami abból indult ki, abból a külföldi tapasztalatból, hogy vannak olyan nők, akik csak nőknek mondják el a problémáikat. Itt elsősorban olyan súlyos problémákra kell gondolni, mint családon belüli erőszak, vagy szexuális erőszak, vagy akár szexuális szolgáltatásokban való részvétel, vagy erre való kényszerítés. Tehát ezt egy férfinak nagyon nehezen mondják el, és ezért kezdtük el ezt a női nap programot, ami aztán kiegészült mással, tehát nem csak ilyen súlyos helyzetű nőkkel foglalkozunk, hanem olyan nőkkel is, akiknek szenvedélybetegség problémájuk van, tehát alkohol, vagy gyógyszer, vagy ritkábban kábítószer problémájuk, vagy a családtagok között van valaki, akinek valamilyen szenvedélybetegség problémája van, vagy egyáltalán ez a téma valamilyen módon előhozható, tehát nem ilyen direkt módon, tehát hogy például az irodalomban ugye jelenik meg az írónők, hogyan hozzák be ezt a témát, tehát hogy néha nem a direkt megoldás a kedvező, hanem inkább kicsit ilyen indirektebb formában, hogy aki eljön, az ne úgy gondolja magára, hogy ő egy beteg, hanem egy kulturális programba jön, és aztán lehet, hogy egy második lépésben egy terápiás csoportba is bekerülhet.